Nagyon szépen köszönöm Orbán Zoltánnak, hogy tudunk találkozni a technika segítségével, és ennek az apropója egy nagyszerű esemény, vagy mondjam azt, hogy egy nagyszerű évforduló, hiszen annak idején, 1974-ben, méghozzá januárban, ha jól emlékszem, ha jól olvastam, 6-án, most szó szerint mondom, 200 lelkes madárvédő gyűlt össze a fővárosi állat- és növénykert barlangmoziában, hogy új szervezetet hozzon létre, a Magyar Madártani Egyesületet. 50 éve. Hát én azt hiszem, hogy az egész egyesületnek csak a gratuláció jár. És akkor azzal kezdeném, hogy ez az 50 év, azt hiszem, hogy nem a korosodást jelentette az egyesület életében, hanem inkább a mindennapokat és a fiatalságot és a fiatalodást. Jól gondolom? Igen, és hát nagyon furcsa helyzetben vagyunk Magyarországon, ugye 74-ben alakult meg a Madártan Egyesület, de a madártan, mind a tudományos madártan, mind a lakossági madárvédelem, az hivatalosan 1893-ban indult Magyarországon, amikor a világ talán első állami madárvédelmi szervezeteként létrejött az Ornitológiai Központ, a későbbi Madártani Intézet. Uh-huh. Herman Ottoék már ekkor elkezdték a munkát. Mi nem a jogutódja vagyunk a Madártani Intézetnek, hiszen ez ma is létezik a Keve András Madárvédelmi Könyvtár keretében, és ugyanúgy kiadja a létrejötte óta minden évben kiadott világszerte terjesztett Aquila című folyóiratát. Mi igazándiból a megalakulásnak az volt a célja, hogy ez egy állami szerv volt, nagyon meghatározott jogkörökkel, lehetőségekkel, és ebben az időszakban már annyi természetvédelmi probléma jelentkezett, legendás fajaink majdnem kihaltak az országból például, hogy szükség volt egy nagyobb társadalmi bázisra, és ezért jött létre gyakorlatilag egy, mondjuk úgy nyugodtan, egy második szervezetként. Hát igen, mert úgy emlékezetem szerint akkor az egyetlen nemzeti park még a Hortobágyi volt, de akkor ugrunk előbbre egy picit, akkor most a mostani név, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hát ez mindenféleképpen nyilván arról szól, hogy közelebb hozni a természetet mindenkihez, de azért, hát én nem szám szerint pontosan kérdezem, de azért ez a tagság, most úgy értem, hogy említettem az elején a 200 lelkes madárvédőt, most körülbelül hány, hogy is mondjam, csak szakosztály van, és hogyan dolgoztok? Ugye most emlékeim, van 30 helyi csoportunk, ezek területi szervezetek, ez lefedi az egész országot, van 8 szakosztályunk, egy tagozatunk ifjúsági tagozat, van körül azt hiszem 10.701 néhány tagot tartunk most nyilván, de ha megnézzük, hogy 74-es megalakulás óta a Madártani Egyesületnek összesen hány tagja volt, akkor bizony ez is valahol közelíti az 50 ezret, tehát nagyon-nagyon sokan. Ez úgy érhető igazándi volt tetten, ugye én 12 évesen 1980-ban, tehát most a 43. éve csatlakoztam, lassan 44. éve lesz, hogy csatlakoztam az Egyesülethez. És akár a magánéletben, akár a munkám miatt bárhol előadás után beszélgetni kezdek, mondom kell egy arányt, mondjuk 10 ilyen beszélgetésből legalább 7-szer, de inkább 8-szor azt kapom, hogy jaj, én is voltam madarásztáborban, a gyerekem is járt, unokám is járt, vagy éppen járt. Tehát ilyen szempontból éppen a Madártani Intézetnek, Herman Ottoék munkásságának is köszönhetően világviszonylatban a madárvédelem társadalmi asultsága, hát szerintem Magyarország benne van a top 3-ban, és talán van első csak. Éppen ennyi. Uh-huh. Hát megelőzted a kérdést, mert tényleg azt akartam mondani, hogy körülbelül mióta, de hát akkor tényleg 10 éves korodtól ott vagy, hát akkor azt hiszem, hogy ízig, vérig benne vagy, tetőtől talpig, és ez nagyszerű, ez természetesen meglátszik a munkádon is. Na most még annyit, hogy ez a bizonyos, ugye most Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ez ugye 90-ben alakult, hogyha jól emlékszem, így. Illetve igen, a nevet akkor alakítottuk át. Én nagyon nagy szerencsém volt, én a dombovári helyi csoportban kezdtem el madarászni, és annak a vezetője Nagy Sándor tanár úr, aki ma is aktív, vele elmehettem, már a 80-as évek elején részt vettem azokon a úgynevezett választmányüléseken, ahol az MME vezetése is a legaktívabb
helyi csoportvezetők vettek részt és alakították a szervezet operatív működését, és akkor ott ugye a pályázati források bővülése miatt volt szükség arra, hogy a nevünk jobban tükrözze a tevékenységünket, tehát itt nem arról van szó, hogy mi rágumi pókozzuk magunkat madarakra, és ott védjük őket boxkesztyűbe öltözve, és nem csak a madarakkal foglalkozunk, hanem alapvetően a fajok megőrzése csak az élőhely megőrzés révén lehetséges, és hát már ekkor is bővítettük a repertoárt, hiszen a madarak mellett elsők között ugye foglalkoztunk emlősvédelemmel, az űrge védelmével, hiszen az űrge magyarországi majdnem kipusztulása miatt tűnt el szinte teljesen Magyarországról a kerecsensólyom és a parlagisas, és már ebben az időszakban elkezdtünk foglalkozni a világ egyik legritkább hüllőjének, mérges kígyójának, a rákosi viperának a védelmével. Milyen érdekes, hogy amikor mi elkezdtünk dolgozni a rákosi vipera védelmével, akkor még nem lehetett rákosi viperának hívni. Rákosi miatt. Mert a szocialista érában át kellett nevezni parlagi viperának, mert mégse lehetett, hogy rákosi pajtás egy mérges kígyó nevét, egy mérges kígyó viselje, és ez áthallásos dolog lehetett volna. Úgyhogy évtizeden keresztül ezért parlagi viperának kellett hívni, és aztán vissza lett ez természetesen nevezve. Tehát a természetvédelem az jobban, és természetvédelmi kitétel jobban jellemzi az egyesületet már első hallásra, és így egy csomó pályázati forrás nyílt meg előttünk, először Magyarországon, aztán az Európai Uniós csatlakozásunk óta nyilván az Európai Uniós Life projektek is. Persze, na de ha már említetted a kerecsensólymot, akkor mikor, vagy ugye lett a jubileum év madara is, hogyha jól tudom. Igen, ugye 2010 óta már a lakosság választhatja meg általában az évmadarát. Ugye ezt az évmadara akciót is a Madártan Egyesület indított el 79-ben. Ennek a célja a kommunikáció és természetvédelem. Tehát, hogy beszéljünk egy lakosság előtt általában kevéssé vagy egyáltalán nem ismert madárfajról, madárcsoportról, és ennek örvén lehet beszélni az érintett természetvédelmi, vagy jelentkező természetvédelmi problémákról is. Tehát általában nem jó év madarának lenni, néhány kivétel van, az idei év is ilyen, és azért is különleges ez az év, mert nem lakosság szavazott, a szakmai stáb döntött el, mert a Madártani Egyesületnek, ha mondani kéne néhány fajt, amilyen nagy gyémántként ott ragyog az egünkön, hogy így mondjam, ami az egyik nagy sikerünket jellemzi, akkor ez a kerecsensólyom, hiszen a megalakulásunkat követő években a magyarországi kerecsenállományt maximum 10 párra lehetett becsülni, majdnem kihalt. Most ez a szám napjainkban 180-200 pár. Igen. Na most az a furcsaság, legalábbis számomra hatott furcsaságnak, hogy itt van a fekete gólya, meg a fehér gólya. Na most, ha már itt szóba került, hogy veszélyeztetett, meg majdnem kihalt, az hogy lehet, hogy a fekete gólyát azt fenyegeti a veszély, a fehér gólyát meg úgy tudom, hogy nem. Mind a kettőt fenyegeti a veszély. Akkor a fehér gólyából sokkal több van, tehát fehér gólyából nem tudom, talán több mint 10-szer annyi költ Magyarországon, tehát olyan 4001 néhány száz pár költ, míg fekete gólyából ennek kb. A tizede. Az azért van, mert a fehér gólya és a fekete gólya teljesen más életmódot folytat. A fekete gólya specialista, csak erdőkben fészkel, elsősorban ártéri erdőkben, ebből pedig Magyarországon kevés van. Ezzel szemben a fehér gólya emberkövető, az agrártájnak a madara, és olyannyira emberkövető, hogy a magyar állomány 99,9%-a, tehát gyakorlati értelemben szinte 100%-a lakott területeken, ezekhez kötődve is elsősorban például elektromos oszlopokon fészkel. Tehát sokkal nagyobb az élőhelye a fehér gólyának, mint a fekete gólyának, viszont mind a két faj úgy döntött, hogy megtanul együtt élni a civilizációval, és a évtizedekkel ezelőtt nagyon-nagyon fenyegetett fekete gólya a védelmi segítség hatására is erősödni kezdett, és megmaradt, de ehhez kellett a madárnak az alkalmazkodó képessége is. Így van. Na most ilyenkor, amikor fűtési szezon van, akkor nagyon sokan, főleg nagyvárosokban észrevették azt, hogy hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy poloska invázió van, és mindenféle kiirtási módszerek vannak, de én azt olvastam, éppen a
a ti anyagotokban az egyikben, hogy a veréb méretű madarak jelenthetnék a megoldást a poloska invázió ellen. Mert, és igazíts ki, ha rosszul mondom, hogy amíg itt van Magyarországon egy ilyen, mondjuk úgy, hogy veréb méretű énekesmadár, az elpusztít egy kiló rovart. Szóval akkor ez most ugye nem, hogy is mondjam, csak ilyen feltételezés, hanem nyilván vannak erre, hogy úgy mondjam, bizonyítékok is. Igen, konkrétan ez az információ, ez a fecskékkel kapcsolatban hangzik el. Ugye ott hangsúlyozzuk, hogyha Magyarországon 2000 és 2010 között a magyarországi fecskeállománynak a 62%-a kihalt, ez kb. 2 millió fecskét jelent. És hogyha figyelembe veszi, hogy amíg a fecskék Magyarországon vannak, minimum 1 kiló rovart fogyasztanak el, tehát a fecskék eltűnésével 2 millió kilogramm, 2000 tonna rovar itt marad a nyakunkon. Jelentős részben mezőgazdasági kártevő, ez mindjárt azt mutatja az embereknek, hogy tényleg érdemes megőrizni a fecskéket. A poloska kérdés az teljesen más, mert hogy a fecskékről biztosan ki lehet jelenteni, hogy ők poloskát, illetve ázsiai márványos poloskát nem esznek, mert az kevésbé leszülő, tehát ők inkább a lágy rovarokat eszik, viszont azt kutatások igazolják, hogy a lakott területen fészkelő gyakorlatilag összes énekes madárfajnak a táplálékában megtalálhatók a poloskák, elsősorban a poloskalárvák. Tehát, hogyha sikerül megőrizni a lakott területünkön a bokrokban költő énekes madarakat, akkor ez segít csökkenteni biológiai úton a poloska inváziót. Mm-hmm. És ez egy nagyon fontos indok lenne, hogy alakítsuk át teljes egészében a lakossági, különösen a közterületi zöld felületeknek a kezelését. Magyarországon most az a ki nem mondott, de gyakorlati alapelv, hogy a parkjainkból hiányoznak a nagy kiterjedésű igazi bokrosok. Optikai bokrot használunk, ezekben nem tudnak költeni kellő számban azok az énekes madarak, amik aztán összeszednék többek között az ázsiai márványos poloska lárvákat, és rengeteg szúnyogot is elpusztítanának. Ha most még egy, tényleg csak egy mondat, hogy igaz az, hogy hát csökken a számuk, vagy eltűnőkben vannak a házi verebek? Igen, két, most már talán 3 éve jött ki egy BirdLife, egy nemzetközi madárvédelmi tanács elemzés, ami azt mondta, hogy az Európai Unió területéről 1980 óta 600 millió madár tűnt el. Aha. Pontosabban 930 millió, csak néhány fajnak annyira erősödött az állománya, például a fekete rigó, hogy ezt ellensúlyozza, és ami a legaggasztóbb az egészben, hogy ezt a hatalmas csökkenést a leggyakoribb fajok szenvedték el, tehát például az Európai Unióban a háziveréb állományának 50%-a kihalt, már mostanra. Ojjaj. Ezt Magyarországon nem érzékeljük, mert mi vagyunk mondjuk azok a refúgiumok, azok a menedékei számos ilyen fajnak, például a mezei és a háziverébnek is, ami Nyugat-Európában már megfogyatkozott, és ha itt megőrizzük, akkor az itthoni erős, vagy megerősödő, tovább erősödő állomány szaporulata tud visszatelepülni Nyugat-Európába. Igen. Ugye az Európai Unió pont azért biztosít Magyarországnak csatlakozásunk óta sok milliárd forintot például faj megőrzésre, tehát például a kerecsen, sólyom, parlagisas, szalakóta, kékvércse, mert ha itt megerősödik az állomány, és ez igazolt tény, akkor nálunk tojásból kikelő szaporulat, ami nem fér már el az országba, a sugár irányba elkezd terjedni, és visszatelepül például a Nyugat-Európa olyan részeire, ahol már évszázadok óta kihalt, ugye így került vissza mondjuk Ausztriába, Szlovákiába, a kékvércse, a túzok, és még sorolhatnám. Tehát ez az értelme, az egyik nagyon fontos funkciója a magyarországi nemzetközi finanszírozással is megtámogatott védelemnek, mert akkor így jut vissza. Ez a fajta természetvédelem mindig sokkal hatékonyabb árérték arányát tekintve, mint hogyha zártérben szaporított állatokat tennénk vissza, mert az szinte mindig pénzkidobás. Így a legjobb, a magterületeken szaporodjon az állomány, a visszajuttatandó területen védjük az élőhelyet, és akkor a védett élőhelyre a magterületekről vissza tudnak térni az állatok. Na most, igen, van még mondjuk 3 percünk, de azért egyet mindenféleképpen, mert itt a védelemről van szó, és tényleg valamiféleképpen megvédeni most, hogy így mondjam, az életüket, mármint a madaraknak, de, vagy a vadon élő madaraknak, de azt tudom, mert ezt valahol olvastam is, hogy nem lehet úgy őket életben tartani, hogy mesterséges etetéssel, de hát akkor tényleg mit tudtok, vagy mit lehet tenni?
az élőhelyet kell visszaalakítani megfelelő módon. Uh-huh. Tehát például a nagyüzemi mezőgazdaságot nagyon egyszerű megoldásokkal, általában pénzt kímélő megoldásokkal lehet biológiailag gazdagabbá tenni. Tehát, hogyha például a gazda nem szántja föl 120%-osan a területét, nem véletlenül mondok ilyen rossznak tűnő számot, mert sokszor beszánták az árkokat, a földutakat is, hanem csak mondjuk 80%-át művelnék a földterületnek, és a szegély élőhelyeket egybefüggően meghagynák mondjuk természetes magaskórósoknak, visszatelepítenék a mezővédő bokros erdősávokat, akkor ott meg tudnának élni azok az élőlények, amik természetes úton, biológiai úton korlátoznák a kártevőknek a számát. Tehát mindig az élőhelyet alakítjuk át. Ugye a Kerecsen esetében az egyik legfontosabb védelmi beavatkozás az volt, hogy védett lett az ürge, ami a fő tápláléka. Védett lett az ürge, mert kiirtották majdnem az egész országból. A repülőterekről voltak az utolsó menedékei az ürgéknek, onnan telepítették át a kollégák az élvefogó csapdával befogott ürgéket, és így lehetett visszajuttatni ezeket a fajokat. Van még egy faj, ami az ürgéhez kötődik, és ott a sikerünk talán még nagyobb. Ugye a 70-es évek, 80-as évekre a parlagisasból is 10 pár költött az országban, a tavalyi évben ez a szám Magyarország területén 440 pár volt már. Ez igen. Hát akkor zárásképpen csak annyit, hogy természetesen a szóvivő a szavak embere, de a szavak mögött mindig komoly gondolatok vannak, és ezt most azért hozom szóba, mert hát tényleg nagyon és tényleg valami olyan csodálatosan évek vagy évtizedek óta tudott tájékoztatni a nagy közönséget, ami egy dolog, de az, hogy én biztos vagyok abban, hogy hát a gyerekek fogékonyabbak, de hogy a természet szeretetét, azt is el lehet úgy érni, ami például a te szakmád, de azért mondom, hogy a szavak embere. Elképzelhető az, hogy egy szóvívő lámpalázas? Igazándiból nem, vagy ez nem tűnik, viszont én mindig felkészülök minden riportra. Van, hogy naponta több órát készülök, ami mondjuk nem annyira a specialitásom, mondjuk az év hüllőjéről, az év lepkéjéről, de nagyon vívódó egy szóvivő, egy jó szóvivő, mert végig gondolja, hogy mit is mondott, hogy ott jól mondta-e, jól hangsúlyozott-e. Mindig nagyon óvatosnak kell lenni, hogy jó számokat mondjunk, ne kövessünk el bakit, és megőrizzük az ügy iránti és a lakosság iránti alázatot, tehát remélem sikerül, tehát nem vagyok lámpalázas, de... Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor az Egyesületnek és természetesen neked is további, ahogy mondani szokták, kiemelkedő munkasikereket kívánok a nézők nevében is. Köszönöm, Zoltán, még egyszer. Köszönöm a lehetőséget, tolmácsom a kollégáknak.